90 éves évforduló alkalmából hívta meg az egyesület vezetése az egykori és a ma is aktív sportolókat. 90 évre emlékszünk vissza, úgyhogy ez a sportegyesületnek a 70. úgy mondom a 1970-ben indult el az 5 éves ünneplése, és ezt minden 5 évben meg szoktuk tartani. 5 évenként, tehát most ugye mivel 90-et tartsuk, hát én remélem, hogy jövő 5 évet is, hogyha megérjük, nem tudom, ki fogja megtartani, én leszek-e vagy más, de nagyon bízok benne, akárki jön utódom, az ugyanígy követi ezt a fönnállási napot, amelyik egy gyönyörű szép nap, úgy gondolom, a legfiatalabbtól a legidősebbi korosztályig, akik részt vesznek, ez nagyon jó dolog én szerintem, amely minden sportembert a kicsitől a nagyig megmozgatja. Az ünneplőket Nikula András, a két helyese elnöke köszöntötte. El lehet beszélgetni a régi múlt időkről, ami azt mondom, hogy annak a korosztálynak élmény maradt, mert abból tudunk táplálkozni mi is ugye a fiatalabbak. Nem szégyen az, hogy az öregektől tanuljunk, mert mindig azt mondom, az idősektől lehet tanulni. Persze a fiataloknak is van jó ötletik, el kell fogadni, meg kell hallgatni a tanácsokat, és ebből kifolyólag lehet meríteni, hogy melyik a jó ötlet, és hogy kövessük ezt továbbra is. De én úgy gondolom, hogy egy csapat életében mindig az a jó, ha összetart egy csapat, és bizalomerő, akarat, sportszeretet szívből csináljuk, nem pedig csak amúgy hozzáállunk. Az ünnepség kezdetén koszorút helyeztek el a 2008-ban felállított emlékműnél. A megjelentek fejet hajtottak az elhunyt két helyi sportolók és sportvezetők előtt. Hát többnyire most úgy mondom, hogy régen több sportág működött az egyesület keretén belül, amire ugye én emlékszek vissza, és a régebbi öregektől hallottam. Már volt a női kézilabda, férfi kézilabda, atlétikai szakág, ilyesmik voltak, azon kívül, hogy ugye a foci a fő tendencia nálunk. Most sajnos arra jutottunk, hogy többnyire inkább a foci, ami működik a két helyen, de az már több korosztályból. Az ünnepségen részt vett Neves Nándor, a Somogy megyei labdarúgó szövetség igazgatója is, aki fontosnak tartja a vidéki klubokban folyó munkát. Mindig nagy öröm, amikor Somogy megyében ilyen lehetőség előállít egy település. Én is szívesen jövök, két helyem úgyis a szívem csücske, be kell, hogy valljam, hiszen mint a településként szolgál, akár település szinten, vagy egyesületi szinten, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre a rendezvényre. 1929-ben alakult meg két helyen a Levente Egyesület, amely az ifjúsági sportéletnek is irányítójává vált. A második világháborút követően igazi pezsgő sportélet bontakozott ki a faluban. Köszönöm az elnök úrnak, Nikola úrnak, hogy megtisztelt, hogy itt lehetek. Szép idők voltak, amikor én sportelnök voltam. Én Balatói Laki vagyok, és 1974-ben az akkori a sportkörnek a gesztor, így van a gesztor feje, a TSZ, Farló Aszó TSZ elnök, Bájvörödben kinevezett engem, mint szájterületőnek, ahol 29 évig ezen az szinten tevékenykedtem. A focisták mellett női és férfi kézilabda csapattal is büszkélkedhetett a település. Én nem szeretném külön választani, nagyon szépen működött a sportélet két hely történetében, már nem csak labdarúgás, hanem volt női kézilabda és férfi kézilabda is. A labdarúgásból nekem 3 olyan a szereplésünk folytán, ami örök élmény maradt, első a bajnokságban való szereplés. Mikor a Kisborsót meghívtuk, itt olyan baráti körök alakultak ki, hogy jó volt látni azok, akik előtte meccs végeztével elszaladtak haza, vagy 5 perc elvétek, de meccskezés előtt egy órával itt voltak már az öltözőbe, itt beszélték a taktikát, az Imre úgy tudjuk hagyni, hogy ez így kell, úgy kell, tehát egymásnak, hogy mondjam, a legjobb barátok lettek. És akkor a Kisborsó Imre megerősítette a csapatot, Marcival mindjárt mondom a neveket is, elhozta a Kismort, a Gregust, ebben a csapat megerősödött, és a bajnokságban, amivel a TSZ-el, mikor engem kinevezett, azt mondta, hogy nem lehet, hogy egy kiváló TSZ-nek 16-ból 12-ek legyen a csapata.
Amikor megerősítették a csapatot, az első években is mindjárt a harmadikak lettünk. A két helyi klub pályái megfelelnek 21. századi technikai feltételeknek. A műfüves pálya mellett világítás segíti az edzéseket. Jelenleg a megyei harmadik osztályban a második helyen áll a csapat. Hát én 2017 óta vagyok a csapatnak a tagja. Én korábban csak Marcaiba teremfociztam, viszont a barátaim már hosszú évek óta fűztek, hogy a nagyberkis évek után csatlakozzak a két helyi csapathoz, és örömömre szolgált, hogy a marcali csapatnak a szabályrendszer is hozzá alakult, így a két helyi játékosok már tudnak teremfocizni is, illetve nagypályán is játszani. És azóta folyamatosan itt vagyok az Andrisék mellett, és azóta együtt próbálunk helytállni a megfelelő osztályokba. Korábban a megye 2-be, majd a szabálymódosítások miatt most a megye 3-ba játszunk jelen pillanatban. Most az idei évünk jelen pillanatban fél évnél második helyen állunk, Balatonszabadival vagyunk harcban az első helyért. Szeretnénk feljutni megye 2-ben, ehhez én úgy gondolom, hogy körülmények mindenképpen adottak. A Nikula Andrásék elnökként és edzőként minden lehetőséget biztosítanak a részünkre, mind felszerelésben, mind pedig a csapat mellé állásban, motivációban. Sikerült több fiatal játékost igazolnunk, itt a környező falvakból, illetve Marcaliból sikerült elhoznunk őket, és ezáltal az idei évre lehet azt mondani, hogy egy 8-10 fős mag alakult ki, akire minden meccsen lehet számítani. Én úgy gondolom, hogy a 90 éves múltra visszatekintő két helyre hosszú távon ezt fogja megalapozni, hogy sikeres lehessen a csapat, és reméljük, hogy jövőre, amikor ugyanitt leszünk a megemlékezésen és az évfordulón, akkor már tudunk beszélni, hogy a megye 2-es mezőn tagjai tudunk lenni ismételten. Fekete László több évtizede segíti az egyesület munkáját, ezt megköszönve díjazták az est során. Az 58 év, de gyerekkoromtól itt volt a focinak, és példamutató volt a többieknek. A veterán és ifjú sportbarátok, a sportot támogatók kellemes délután töltöttek együtt, és a jó ételek és italok mellett számos sztori került napvilágra.